Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a múzeumban, beszélgetőtársam dr. Nagy Molnár Miklós múzeumigazgató. Most más funkciójában fogunk beszélgetni, hiszen ön is tagja a Városi Értéktár Bizottságnak, amely tavaly alakult. Kik még önön kívül a tagjai? A Karcagi Értéktár Helyi Értéktár Bizottság tavaly alakult három fővel, az Értéktár Bizottság elnöke Győrfi Sándor szobrászművész, dr. Barta Júlia néprajzkutató, és én lettem. Majd ebben az évben még plusz két fővel bővült az értéktárbizottság, tehát most már öt fős a helyi értéktárbizottság, Pintér Zoltán tanár úr, illetve Szatmári Lajosné nyugalmazott pedagógus, szintén az értéktárbizottság tagja. Nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mit is jelent ez a helyi értéktár, hiszen van megyei, országos, regionális. Egy picit beszéljünk erről, hogy kik javasolhatnak ebbe az értéktárbizottságba, és mit. Gyakorlatilag ugye ez az értéktárbizottság, ez úgy alakult, hogy akkor jött létre, annak hatására jött létre, amikor a Hungarikum törvényt elfogadták. A Hungarikum végül is ennek a csúcsa, amikor majd bekerül valami a Hungarikumba, a legalsó szint a helyi értéktár. Tehát gyakorlatilag, hogy ezt az értéktárbizottságoknak, illetve a helyi, az értéktárnak, illetve a Hungarikumnak az államtitkár helyettese elmagyarázta, illetve a törvényben is le van írva, ez egy piramisan felépülő rendszer, ahol alul vannak az értéktárbizottságok. Az országban eddig 320 helyi értéktárbizottság alakult meg. Ezek a helyi értéktárak beválaszthatnak mindent, amilyen előterjesztést kapnak. Az előterjesztést bárki megírhatja, amelyet úgy gondol, hogy a helyi közösségnek, a lakosság, tehát annak a településnek az életében fontos dolog, illetve az érték, megőrzendő értéket képvisel. Tehát gyakorlatilag bármi, épített örökség, szellemi örökség, gasztronómiai örökség, illetve érték, pontosabban nem csak örökség, elő lehet terjeszteni, ezek kerülhetnek be, és akkor a helyi értéktárbizottságok létrehozzák a helyi értéktárlistáját. Onnan, amikor ezek elő vannak terjesztve, onnan az értéktárbizottság dönt, hogy mit küld tovább a megyei értéktárbizottságba. A megyei értéktárbizottság szintén rendszeres ülései során eldönti, hogy a megyéből beérkezett helyi értéknek számító értékek közül mi az, amit tovább terjeszt a Hungarikum címre. Vannak olyanok persze természetesen, amelyek csak egy országos értéktárlistára kerülnek be, és nem mindegyikből lesz Hungarikum, hiszen ez a lényege, hogy a Hungarikum az a kiemelkedő dolgokat, a csúcsot jelentse ebben a dologban, mert ugye ha mindent az értéktárba beveszünk, akkor ezzel gyakorlatilag egy minőségi romlást is előidézhetünk. Tehát gyakorlatilag amit mi helyi értéktárban fontosnak tartunk és felveszünk, abból nem mindenből lesz valamikor Hungarikum, és ez így természetes. Nem véletlenül állunk a Vercsipke fal előtt, hiszen ez is egyik helyi érték lett, és mik még a helyi értékek? Igen, gyakorlatilag ebben az évben ugye egyrészt megjelent Fejesné Koppány Gabriellának az Emléksorok című kötete a karcagi Vercsipkéről is. Ezzel egy időben benyújtotta a Vercsipkét is a helyi értéktár bizottságnál listára. Az helyi értéktár fel is vette a karcagi értéktárba. Ugyanúgy, mint az elsők között vettük fel annak idején a kunhímzést az értéktár listára, a karcagi református oktatást, hiszen az is a helyi értékbe, értéklistán szerepel. Ugyancsak az értéktár, tehát az értéklistáján szerepel a tudósok, karcagi tudósok, tehát Németh Gyula, Mándoki Kongor István és Gál László munkásságának a munkássága is, illetve a Bereki gyógyvíz, amely ugyan vitát is okozott, hogy a karcagi értéktárba kerüljön be a Bereki gyógyvíz, de hogy aki Berekfürdő történetét és a Bereki víznek a történetét tudja, gyakorlatilag a karcagi gazdák intézték el, hogy Berekfürdő egyáltalán létezhessen. Tehát ezért Karcagnak ugyanolyan joga és kötelessége a helyi értéktárba fölvenni azt a Bereki gyógyvizet, amelyik azért világhíres ma már.
Úgy tudom, hogy vannak olyan értékek is, amelyek még elbírálásra várnak. Gondolom, hogy erről majd akkor beszélünk, amikor eldől, hogy bekerülnek-e a értéktárbizottság által listába. Igen, vannak elképzelések, mert ugye az értéktárbizottság egyik első ülésén azért feltérképezte, hogy körülbelül mi lehet az, ami bekerülhet a helyi értéktár listájára. Így például már a megyei értéktár listán rajta szerepel a Ferdinánd is. A Vercsipke, karcagi Vercsipke az a megyei értéktárbizottságnál van, illetve a Kunhimzés is ott található. Aztán majd talán mennek tovább, ahogy majd a megyei értéktárbizottság dönt, illetve hát van még azért itt nekünk adósságunk, itt van Györfi István munkássága, ugye annak a Györfi Istvánnak, aki 2012-ben azért már megkapta a Magyar Örökség díjat, tehát azért a Magyar Örökség aranykönyvébe be van írva a neve, és még egyébként van egy más dolog is, amit fel kell még vennünk az értéktárba, hiszen még az épületekről nem is beszéltünk. Igen, és hát ebben a teremben, ahogy itt most szembenézek a falakkal, itt azért látom a kunsági kisbundát, itt vannak a karcagi fazekasok, tehát a kántor munkásság, és még sok-sok olyan minden van, amit azt gondolom, hogy a következő hónapban még önök is tárgyalni fognak. Igen, gyakorlatilag ezeknek egyrészt várjuk az előterjesztését, várjuk a felterjesztését, ahogy mondtam már, bárki írhat előterjesztést. Igaz, megvannak a szabályok, hogy milyen előterjesztést kell írni, ehhez megvan a formanyomtatvány, megvannak, hogy mit kell hozzá letenni az asztalra, de bárki megírhatja és felterjesztheti, beterjesztheti ezt az értéktárbizottságnak, és hát valószínű, hogy a közeljövőben még sokat fogunk ezen dolgozni, hiszen az értéktárbizottságnak nem az a lényege, hogy egy hónapon belül leírjon mindent, hanem szépen, folyamatosan, szisztematikusan dolgozzon. De akkor gondolom, hogy ha most én a hagyományőrző csoportok, civil szervezetek vezetői tagjait biztatom arra, hogy az ön által elmondottakat ragadják meg, akkor ők is beadhatják ezeket a javaslatokat, és akkor egyre több minden olyan dologról beszéltünk, amelyet érdemes erre felvenni. Igen, természetesen ez azt jelenti, minél több van beterjesztve, annál könnyebb az értéktárbizottság dolga is, mert ugyanis az értéktárbizottság negyed évente ülésezik, de ha szükséges, akkor sűrűbben is ülést tudunk tartani. Hát akkor fogunk még többször erről beszélni, addig is jó munkát kívánunk önöknek. Köszönöm szépen.